Egy eredeti 65 millió éves dinoszaurusz tojást állítanak itt a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban szombattól, hiszen akkor veszi kezdetét egy olyan kiállítás, amelyre még Európában nem volt példa. Máté Roland az M1 riportere és televíziós újságíró élete teljesen megváltozott, mikor egy betegség miatt nyáron amputálni kellett a lábát. Most blogot írt történetéről. Azért kezdtem ezt a blogot írni, hogy tényleg segítsük egymást. Én nem magamat akarom ezzel mutogatni, ezzel nem azt akarom, hogy most engem sajnáljanak, nem kell sajnálni. Tehát miért kellene sajnálni, én tudom, hogy ebből fölállok, hanem ez a blog ez azért van, hogy merítsen belőle erőt az, aki mondjuk egy kicsit másképp látja, hogy mondjuk valakinek amputálták a lábát, kezét, vagy bármi történt, és hogyha mondjuk ő ezt sokkal nehezebben fogja föl, azért, mert olyan a személyisége, vagy nincs annyi barátja, vagy nincs egy olyan család mögötte, mint mögöttem, akik nem segítik ennyire, akkor lássa azt, hogy lehet így is felfogni, és akkor beszélhetünk. Mert tényleg ez valahogy azt érzem, hogy ez a blog egy olyan dolgot hozott ki belőlem is, meg másokból is, amire én nem is számítottam. Én azt gondoltam, hogy elkezdem, és lesz valami. De ez ettől sokkal több lett, és én tökre örülök. A blogot két hét alatt már több ezren követik, és Rolandhoz százával érkeznek a bátorító és a segítségkérő üzenetek. Én azt gondolom, hogy tök pozitívan álltam a dolgokhoz, és így is állok. Tehát engem ez a helyzet nem fog megfektetni, én ebből fölállok, és én jövőre már nyáron megyek fesztiválokra, megyek nyaralni, a barátaimmal leszek. Ez a helyzet sokkal inkább megerősített, és ez nem az a helyzet, ami engem meg fog fektetni. Tehát ha valaki úgy tervezte, hogy fönt, hogy na ez az, ami téged megfektet, ez nem fog. Roli szerencsésnek tartja magát, mert a családja és a barátai végig mellette voltak a legnehezebb időszakban is, és most is mindenben segítik őt. Én azóta, mióta ez a probléma, baj megtörtént, én itt vagyok vele éjjel-nappal, és gondolom, hogy ez minél hamarabb, ezen túl fogunk jutni, ezen a nehezén. Minden nap látom azt, hogy igen, akarja, mennyi szeretet veszi körül, és hogy ez erőt ad mindnyájunknak, hogy ezt igenis végig kell csinálnunk. Rolihoz két naponta jár egy gyógytornász, aki nagyon sokat segít neki a felépülésben. Minden egyes gyakorlat, amit elvégez, erősíti, hogy elérje a célját, hogy újra járjon. Következő lépés meg tényleg az, hogy igenis fölálljak egyre jobban, és az, hogy tudjak mankózni, mert mankózni még nem tudok, aztán pedig az, hogy fussunk, menjünk, táncoljunk, aztán éljünk úgy, ahogy régen.